A Hegyvidéki Magazint látják, köszöntöm Önöket! Különleges programmal készül november 4-ére a Hegyvidéki Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, ahol megismerkedhetünk az örmény nemzetiségi kultúrával, tradíciókkal. A témában vendégünk Hegedűs Anna Mária, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Köszöntöm a stúdióban! Jó napot kívánok! Mielőtt áttérnénk a rendezvényre, vagy rátérnénk a rendezvényre, talán kezdjük azzal, hogy hogyan került az örmény közösség Magyarországra, milyen gyökerekkel rendelkeznek itt. Az örmények több hullámban érkeztek a Kárpát-medencében. Elsőként talán azt kéne megemlíteni, hogy már Árpáddal együtt bejöttek Magyarországra elég szép számmal. A következő kisebb létszám az II. Andrással érkezett. Ő a keresztes hadjáratból jött vissza Magyarországra, és Örményországot is érintette közben, és sok örmény csatlakozott hozzá. A harmadik nagyobb hullám az 1670-es években volt. Ekkor első apafi Mihály, egész pontosan 1672-ben, első apafi Mihály letelepedési engedélyt adott az örményeknek, és akkor egy ilyen pár százezres létszámmal érkeztek Erdély területére. Négy várost alakítottak ki, főleg négy városban telepedtek le. Erzsébet város, Gyergyószent Miklós, és amit ők alapítottak, Szamosújvár. Ezt az örmény metropolisnak vagy armenopolisnak is szokták nevezni, és ők tervezték meg maguknak a várost. Innen aztán szépen lassan felszivárogtak, hát ugye nagy létszámban 1920 után, Trianon után az anyaországba. Az örmény genocidium idején, ami ugye 1915-ben volt, éppen most emlékeztünk erre a nagyon szomorú eseményre, hogy éppen 100 éves évfordulója volt, örmény genocidium idején is azért jöttek Magyarországra elég szép számmal. Amit még érdemes elmondani az örményekről, hogy ők volt az az első ország, amelyik államvállalásra tette a kereszténységet, és egyetlen, csak azért, mert erre vissza fogok még később utalni, egyetlen szerzetes rendjük van, a mehitarista szerzetes rend, amit Sebastian Mehitár alapított az 1700-as években. Itt a kerületben milyen múltra tekintenek vissza, hogyan vesznek részt a mindennapjaiban a kerületnek? A kerületi örmény önkormányzat rögtön az első pillanatban, amikor nemzetiségi, illetve akkor még kisebbségének nevezték, kisebbségi önkormányzatok létrejöhettek, rögtön akkor megalakult az önkormányzat. 12 éven keresztül, előttem 12 éven keresztül dr. Kelemenné Csíkszentgyörgyi Ficus Margit vezette az önkormányzatot nagyon lelkiismeretesen, precízen. Milyen programokkal szoktak készülni itt a kerületben, hogy látható legyen az örmény kultúra? Úgy gondolom, hogy ez az önkormányzat nagyon aktív. A tavalyi évben, amikor részben személyi változások történtek, akkor az első időben, ugye meg karácsony előttem nagyon tudtunk már mással foglalkozni, tehát programot nem lett volna értelme szervezni, de a rendeletek tanulmányozásával töltöttük az időt, alakulülés, testületülés, átadó átvétel. Januárban kezdődött igazából véve az érdemi munka, amikor összegyűjtöttük a kerületben élő örmény gyökerű embereket. Volt egy listánk természetesen, de ez azért szerencsére kibővült, illetve hát egy picit csökkent is bizonyos mértékben. És beadtunk egy pályázatot két témában. Az egyik éppen a november 4-i gála műsorra szerettünk volna egy pár százezer forintot pályázni. Másrészt pedig erdélyi örmény témájú könyveket szerettünk volna digitalizálni, és ezeket a DVD-lemezeket közkönyvtárakba eljuttatni. Sajnos a pályázatunk nem volt sikeres, forrás hiány miatt visszautasították. De februártól kezdve minden hónapban volt valamilyen rendezvénye az önkormányzatnak, úgy próbálom azért időrendben elmondani. Hát februárban pont Holosi Simon örmény származású festőművész születésének az évfordulója alkalmából koszorúzást tartottunk a róla elnevezett utcában. Ott van egy emléktábla, amit az előző vezetésű önkormányzat helyezett ki.
és a koszorúzás után lementünk az önkormányzat egyik helyiségébe. Ott Seremetyev Pap János, restaurátor, műfészet, történész tartott, nagyon érdekes, a kor stílusát is bemutató, stílus irányzatait is bemutató előadást, és két érdekessége volt még ennek a rendezvénynek. Egyrészt az, hogy egy Hollosi leszármazott is megjelent körünkben, és hát egy kedves ismerősöm pedig tárogatott, különlegesebb hangszert hozott magával. Foglalkozások következtek ezután, inkább ilyen ismerkedési estet szerettem volna, amikor nem csak telefonon, néhány szóban vagy e-mailen tartok kapcsolatot a kerületben élő örmény gyökerű személyekkel, hanem így személyesen is meg tudjuk ismerni egymást, és egy hölgy pedig Örményországról tartott előadást vetítéssel együtt természetesen. A májusi programunk az nagyon érdekes volt. És itt egy picikét visszautalok a történelemre, ugyanis, mint említettem, Második Andrással ugye elég sok örmény bejött Magyarországra. De most még előtte az akkori városfalon kívül volt egy örmény nevű település. És mi ezért mentünk el májusban, hogy ezt az örmény nevű települést, illetve annak helyét feltérképezzük, egy kicsikét megismerjük ezt a területet. És itt ismét a történelemre, illetve a bevezetőre fogok visszautalni. Világosító Szent Gergely volt az, akinek a nevéhez köthető, hogy államvallássá lett a kereszténység Örményországban. Világosító Szent Gergely ünnepe június elején szokott lenni, és ekkor Szamosújvára utaztunk. Feltétlenül szeretném megemlíteni, hogy a zuglói örmény nemzetiségi önkormányzat jóvoltából ők picit jobban állnak anyagilag, és szoktak minket támogatni. Ezt a november 4-ig államműsorunkat is szép összeggel fogják támogatni. Júliusban és augusztusban sem pihentünk, de a tagokat nem zaklattuk. Inkább mi jöttünk össze több alkalommal, kellemes beszélgetésre, illetve a továbbiaknak, a további feladatoknak a megbeszélésére. Keletcsényi Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia keleti gyűjteményének a vezetője volt, olyan kedves, hogy fogadott minket, és elhelyezte nekünk egy asztalra az örmény tárgyú könyveket. Igaz, kisebb létszámmal mehettünk csak, de rendkívül érdekes volt az 1600-as évekből származó kéziratokat is megtekinteni. És akkor most novemberben lesz ez a gála műsorunk, kiállítással egybekötve, azt a címet adtuk a kiállításnak, hogy a Kárpát-medencei örmények históriája. Ez azt jelenti, hogy itt a közéleti szereplésüktől kezdve a kultúráig mindent, a vallásukat, mindent bemutatunk, és nagyon érdekes lesz az elrendezése a kiállításnak. Én most nem szeretnék erről többet elárulni, mindenkinek javaslom, hogy sétáljon el a MOM művelődési központba. A kiállítás ugyanis nem csak azon az este, a fő kiállítás a lépcsőházban, hanem egészen november 9-ig megtekinthető. Lesz viszont a kiállításnak egy olyan része, ahol a 12. kerületi örmény gyökerű művészek fognak bemutatkozni. Az életrajzuk az a lépcsőházban, tehát a Rejk Károly galériában tekinthető meg, de az alkotásaik sajnos csak aznap este. Ennek technikai okai vannak, tehát nem igazán tudnak gondoskodni a műtárgyaknak a megfelelő őrzéséről, és ezért ezeket este el fogjuk szállítani. A gála műsorról pedig hát talán annyit megemlítenék, hogy ugye november 4-e kicsikét pehes nap, pont ezen a napon egy ilyen szép rendezvényt tartani. Először szomorú is voltam, hogy egy évvel ezelőtt csak erre a napra kaptam novemberben termet. Aztán rájöttem, hogy nem is olyan nagy baj ez, mert végül is 56-ra egy picikét tudunk emlékezni. És ezzel a megemlékezéssel kezdődik majd a műsorunk. Utána pedig Váradi Mária színművésznő vezeti majd a műsort, és egy novellát is fel fog olvasni. Egy operaénekesnőt sikerült
meghívnunk a rendezvényünkre. Ilyen szempontból egy picit könnyebb dolgom van, mert Hegedűs Valér zongora és orgonaművész a bátyám, és hát azért úgy neki jobban vannak kapcsolatai. És az estnek még egy különlegessége lesz, hogy Hervai Gizella költőnőnek a testvére, Hervai Tamás itt él a kerületben, ő is örmény gyökerű, és kifejezetten az én kérésemre írt egy verset, amit ott majd előad. Ez egy nyitott rendezvény, ez bárki mehet rá, aki érdeklődik? Természetesen, de regisztrálni kellett feltétlenül. Én 120 embernél nem igazán szeretnék többet elhelyezni, nagyon zúfolt lenne akkor a terem. Mit gondolnak, miért lehet fontos esetleg azoknak is tanulni erről az egész örmény kultúráról, akiknek nem feltétlenül van hozzá különösebb közük? Én úgy gondolom, hogy az ember minden kultúra iránt érdeklődik bizonyos fokig, és az nagyon érdekes, hogy kiderül itt a műsorban egy Ady Endréről, egy Jankovics Marcellről, hogy örmény gyökerei vannak. Mekkora létszámú közösségről beszélünk egyébként itt a kerületben? A kerületben a népszámláláskor 94-en vallották magukat örmény származásúak. Biztos vagyok benne, hogy jóval több, hiszen már az én listámon legalább 150-en vannak. Milyen rendezvényekkel készülnek a közeljövőben? Még egy rendezvényünk lesz ebben az évben, december 2-án szintén mindenkit nagy szeretettel várunk, akkor a közmeghallgatás lesz ugyan, egy olyan 20 percben, fél órában elmondom az évnek a tevékenységét, amit még most is szeretnék egy picit kibővíteni, és utána pedig egy szép karácsonyi műsorral készülünk. Amit még az önkormányzatról szeretnék elmondani, hát mindenképpen szeretném bemutatni a két segítőtársamat, Ispánkin és Somjai Katalin, a jobb kezem, illetve Béres László Attila, ő az elnök helyettesünk. Ispánkin és Somjai Katalinról feltétlenül szeretném elmondani, hogy minden egyes rendezvényünkről, amiket itt felsoroltam, illetve arról a számtalan programról, amire mi elmentünk, amit más önkormányzatoknál, vagy akár az Orlai utcai örmény templomban rendeztek, erről mindig csinál egy PDF kiadványt, egy ilyen kétoldalas dokumentumot, és ezt aztán mindig a jegyzőkönyvhöz szoktuk csatolni, és el szoktuk küldeni a jegyzőkönyvvel együtt, amit ugye kötelező mindig elküldenünk. És a kiállításban is rengeteget segített nekem a kiállítás technikai kivitelezésében, utómunkálataiban, egyáltalán abban, hogy mit, hova, hogyan helyezzünk el, úgyhogy ezen nagyon sokat dolgoztunk. Akkor ezek szerint csapatmunkáról van szó minden rendezvényben. Természetesen. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és megosztotta velünk a rendezvény részleteit. Szívesen. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!